Magyarország kiáll amellett, hogy az Európai Unió területén csak olyan élelmiszert lehessen forgalmazni, amelyre azonos szabályok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy az unión belül vagy kívül állították elő, mondta el a miniszter. Az agrárium előtt álló kihívásokhoz alkalmazkodni kell annak érdekében, hogy eredményesen tudjunk gazdálkodni. A tömegtermelés helyett a minőség irányába kell elindulni. A versenyképesség megőrzése érdekében az Agrártárca tovább szeretné erősíteni a termelői együttműködéseket is. A legnagyobb kihívás az, hogy hogyan tudunk versenyképesen termelni. Ez a globális piac lett. A határok eltűntek, fölolvadtak, viszont nekünk a termékeinket megfelelő piacra kell juttatni. A legnagyobb gondot most is ez okozza. Az a hibás döntése Brüsszelnek, hogy Ukrajna felől minden mezőgazdasági terméket beenged a területére, ez óriási hátrányokat idéz elő a magyar gazdáknak is, hiszen az eredeti piacaink jött egy konkurens. És mivel ott más gazdálkodási szerkezet van, más szabályok vonatkoznak, semmilyen szabály a termőföldtől az asztalig nem követi az ukrán mezőgazdasági termelést, ezért ők olcsóbbak tudnak lenni. Ez okoz nekünk hátrányt. És nekünk a támogatási rendszerünkkel, a pályázati rendszerünkkel majd ezt kell kompenzálni, hogy tudunk minél olcsóbb önköltséggel, minél versenyképesebbek lenni a piacon. Tilki Attila országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a magyar gazdák teljes mértékben élvezik a kormány támogatását. Különös aktualitást ad a Kárpátalja szomszédsága és a Ukrajnából beözönlő ellenőrizhetetlen minőségű áruk tömege. Ez a választókerület komoly létszámmal képviseltette magát a agrártüntetésen, és hát fontos az, hogy miniszteri szinten történik meg az elmagyarázása annak, hogy a magyar kormány ellentétben más európai országgal szintén vannak gazdatüntetések, de Franciaországban saját kormányukkal is meg kell küzdeni, és tudatosítani kell az emberekben azt, hogy igenis a magyar kormány velük van, sajnos minket külön sújt a szomszédsága a kárpátaljai helyzet, de ha a kormány teljes támogatását bírja a magyar gazdatársadalom, ezt néha azért el kell magyarázni a gazdáknak is. Az agrárminiszter az új pályázati lehetőségekről is tájékoztatta a fórum résztvevőit. Tavaly október-november táján meg is hirdettük mind az összes 64 pályázati kiírást, hogy a gazdálkodók tudják azt, hogy mi fog következni, hogy mire készülhessenek. Tudják igazítani a saját elvárásaikat, a saját vágyaikat ahhoz, hogy majd mire fejlesztenek. Januárban meghirdettük azt, hogy milyen ütemezéssel fognak ezek a pályázatok megjelenni, hogy ne dömpingszerűen terítsük le a piacot, ne egyszerre öntsük a piac nyakába a támogatásokat, mert akkor elértéktelenedik. Akkor a kereskedők följebb viszik az árakat, akkor az építőipar úgy érzi, hogy sok munkája van, akkor válogat belőle és növeli az árat. Tehát nem akartuk elégetni a támogatási forrásokat, hanem mindenki számára kiszámíthatóan, ütemezetten, egyenletesen elosztjuk, és az a jó hírem van, hogy ezt megtesszük minden éven. Tehát aki most kimarad, mert még nem készült el, vagy nem olyan gazdasági éve volt, hogy sikeresen tudjon pályázni, akkor majd jövőre nyugodtan benyújthatja. Nagy István elmondta, 2027-ig 2900 milliárd forintnyi vidékfejlesztési forrás használhatnak fel az ágazat szereplői a magyar vidék, az agrárium és az élelmiszer előállítás javára, amelynek 600 milliárd forintos uniós forrását a kormány további 2300 milliárddal egészíti ki.